Az élettel együtt jár a betegség, a sérülés, a fájdalom. Ilyenkor kell egy segítő ember, aki gyógyírt tud nyújtani. Az orvos mellett a gyógyszerész az, akihez fordulhatunk. A patikusokat a kora középkorban szemben az orvosokkal még nem egyetemeken képezték, hanem céhes keretek között épp úgy, mint más mestereket. Magyarországon a 16. század végén királyi rendelet írta elő, hogy patikát csak úgy alapíthat valaki, ha a bécsi egyetemen egy orvostanár és két gyógyszerészmester előtt tesz bizonyságot szakértelméről. Ez így folyt egészen 1772-ig, amikor a Nagyszombati Egyetem orvosi karán elindult a gyógyszerészek képzése. A tanulmányi idő kezdetben egy év volt, majd évszázadok alatt kialakult a ma is érvényes rendszer, amely szerint 5 év tanulást követően a gyógyszerészek a diplomához doktori címet is kapnak. A Szegedi Orvostudományi Egyetem gyógyszerésztudományi karán szereztem diplomát, és gyakorlatilag közel 25 éve a gyógyszerészet különböző szakterületein szereztem gyógyszerészi szakmai tapasztalatokat. A Debreceni Orvostudományi Egyetem gyógyszertanintézetében farmakológia szakákból gyógyszerész doktori címet szereztem, mindemellett gyógyszerhatástanból pedig szakvizsgát szereztem. A gyógyszerész tevékenységének általában csak egyik oldalát ismerik az emberek, azt, amint kiadják a patikában az orvos által felírt gyógyszereket, értékesítik a vén nélküli tablettákat, kenőcsöket. Ennél azonban sokkal változatosabb a gyógyszerész munkája. Bizonyos gyógyszerek elkészítése is az ő feladata. A recept alapján kikeveri a krémeket, összeállítja a folyadék állagú gyógyhatású készítményeket. Tájékoztatja a betegeket a gyógyszerek hatóanyagával, a szedési előírásokkal kapcsolatban, egyszerűbb sérülések, kisebb betegségek kezelésére is tanácsot ad. A gyógyszertár működésével kapcsolatban legfontosabb teendője a gazdaságos és biztonságos gyógyszergazdálkodás, melynek során különösen ügyelnie kell a gyógyszerek lejáratára. Ennek adminisztrációját is ellátja. Másik izgalmas terület, amikor a gyógyszerész vagy szakgyógyszerész az új hatóanyagok kutatásában, kifejlesztésében, gyártásában vesz részt. Ekkor konkrét laboratóriumi feladatai is vannak. A gyógyszerész szakgyógyszerész munkaeszközei több tevékenységhez kapcsolódnak. A gyógyszer készítése során a hozzávalókat patendulában, azaz gyógyszerkeverő edényben állítja össze, a kenőcsöket egy speciális fémeszközzel, spatulával veszi ki a tálkából. Ahhoz, hogy az összetevők pontosan megfeleljenek a receptnek, hitelesített mérleg szükséges. A gyógyszerek értékesítésekor elengedhetetlen a számítógép, pénztárgép. A kutatás során laboratóriumi eszközöket használ. A gyógyszertár készít egyedi készítményeket is, de néha vannak olyan receptek is, amikor a betegnek egyedi gyógyszer van fölírva, amit el kell készíteni. Ez lehet akár egy kenőcs, egy tabletta, egy kúp, bármi. Akkor azt nekem gyógyszerésznek kell elkészíteni. Mind a kettőt szeretem, mert teljesen különbözik. Ez itt ugye a labormunka az egy egyénre szabott speciális készítményt készítek, viszont odakint pedig hasznos tanácsokat tudok adni a gyógyszerszedéssel kapcsolatban. A gyógyszerészeknek képzésük során megszerzett mély szakmai tudásuk mellett elengedhetetlenül szükséges a felelősségtudat, hiszen munkavégzésük ténylegesen hat emberéletekre. A szakembernek figyelmesnek kell lennie az egyes gyógyszerek kikeverésekor, az esetlegesen felmerülő problémákra megbízható megoldást kell találnia. Önállóan kell tanácsot adni a hozzáforduló betegeknek a gyógyszerekkel kapcsolatban, ezért lépést kell tartania a legmodernebb kutatási eredményekkel, hatóanyagokkal és jó kommunikációs képességgel kell rendelkeznie. Ma már gyógyszerész diplomával a közigazgatástól kezdve az ipar, a gyógyszerészet, a gyógyszercégek, tehát millió meg egy helyen nagyon sikeresen lehet boldogulni, és természetesen marad még a kutatás is, amikor ugye intézeti körülmények között egy-egy témában szintén a gyógyszerészek nagyon hatékonyan tudnak egy-egy tudományos területen helytállni. A gyógyszerészi diplomával rendelkezőknek azért a nagy többsége közforgalmú gyógyszertárakban helyezkedik el. A gyógyszerészek, szakgyógyszerészek általában steril környezetben gyógyszertárakban, laboratóriumokban, irodákban, esetleg kórházakban dolgoznak. Munkaidejük jellemzően heti 40 óra, hétfőtől péntekig, de akár hétvégéken, ünnepnapokon is ügyelhetnek.
A gyógyszertári alkalmazottaknak együtt kell működniük a betegek mellett az orvosokkal és kollégákkal, de ha a munkakörük megkívánja, hivatalos személyekkel, beszállítókkal vagy külföldi partnercégekkel is tartják a kapcsolatot. A gyógyszerészi tevékenység javarészt szellemi munka, néha könnyű fizikai terheléssel járhat, így tartós ülésből vagy állásból eredő fizikai problémák jelentkezhetnek. Pszichés megterhelést jelentett a fokozott figyelmet igénylő munkavégzés, a nagy felelősség és a betegekkel való kapcsolattartás. A gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészek esetében fertőzés veszélyt jelent a betegek fizikai közelsége. Munkájuk során a vegyszerekkel való érintkezés miatt kialakulhatnak égési sérülések, ezek elkerülése véget fontos betartani a biztonsági előírásokat. A gyógyszerészeknek épp végtagokkal kell rendelkezniük a gyógykészítmények kikeveréséhez és mérések végzéséhez. A vásárlókkal való eredményes kapcsolattartás érdekében elengedhetetlen a jó hallás és látás, az érthető beszéd. Bizonyos speciális intézkedések bevezetésével hallás- és mozgássérültek elláthatják ezt a munkakört. Ebben a szakmában az a szép, hogy emberekkel foglalkozunk, beteg emberekkel tanácsokat adunk, és nagyon sokszor a betegek is visszajönnek és megköszönik a hasznos tanácsokat. A kémia iránti szeretet miatt lettem inkább gyógyszerész, mint orvos, de néha kerülünk olyan helyzetbe, hogy orvosként is kell viselkedni. Például a betegek olyan kérésekkel, panaszokkal jönnek hozzánk, hogy azért diagnosztizálni is kell. A gyógyszerész munkáját okleveles gyógyszerész szakképzettséggel kezdheti meg. Ezt a végzettséget a sikeres érettségi és alkalmassági vizsgát követően az Orvostudományi Egyetem gyógyszerész szakán 10 fél éves osztatlan mesterképzésen lehet megszerezni. A képzés alatt a hallgatók 6 hónapos szakmai gyakorlatot is teljesítenek. A végzéskor diplomájuk mellé a doktori címet is megkapják. A szakemberek legtöbbször kutatólaboratóriumokban, gyógyszertárakban, gyógyszernagykereskedelemben helyezkednek el, például gyógyszerkutatóként, szakgyógyszerészként vagy mikrobiológiai gyógyszerellenőrzőként. A gyógyszerész esetében rokonfoglalkozásnak tekinthetjük a kémikust, a biológust és a gyógyszertári asszisztenst. A gyógyszerészek havi fizetése bruttó 230 ezer és 390 ezer forint között mozoghat, attól függően, hogy a szakember mekkora szakmai tapasztalattal rendelkezik, illetve hogy a munkahelye hol található. A munkaerőpiacon elsősorban a gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészekre van nagy kereslet. Amennyiben valaki idegen nyelv ismeretével rendelkezik, valamint egy kutatási területre szakosodott, még könnyebben tud elhelyezkedni. Én azt gondolom, hogy ha valaki a gyógyszerész pályát választja, akkor mindenképpen alapvető tulajdonságnak kell legyen az, hogy szeresse a tisztaságot, a rendet, a pontos, precíz munkát, hiszen ez alapja a gyógyszerészi munkának, hiszen nagyon-nagyon pontos és precíz munkavégzés az elvárás. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.